A jóga testi-lelki harmóniánk megteremtésének, elérésének egyik módszere, melyet most itt festői környezetben a Tisza-tó partján érhetnek el az érdeklődők a tavalyi évhez hasonlóan, ugyanis ezúttal a családi tópikniken mindenkinek lehetősége van arra, hogy kipróbálja az opera jogát, a különleges programot Vizin Viktoria, világhírű mezzoszoprán, valamint Benkő Ildikó jógaoktató vezetik. Most Viktoria lesz az, aki beavat bennünket az opera joga rejtelmeibe. Ugye a jogához, csak úgy, mint számos más mozgásformához, mozgástípushoz, szorosan kapcsolódik a zene, egyfajta aláfestésként szolgál, segít bennünket az elmélyülésben, a befelé fordulásban. No, de az opera hogyan kapcsolódik ehhez a mozgástípushoz, a jogához? Hiszen ez egy vokális, hangszeres, drámai színpadi műfaj. Igen, való igaz. Az érdekessége ennek az opera jogának, hogy tulajdonképpen egy nyugati kultúrát szeretnénk keleti kultúrával összekapcsolni. A közös vonás az ugye a kilégzésen való alapuló gyakorlatsorok, hiszen a jógának és ugye a mély légzés és annak a bentartása a lényege, és azon való lebegés, elmélyülés, önmagunkból való kitárulkozás saját magunknak. Az operában nyilván nem saját magunknak tárulkozunk, hanem a nagy közönségnek, viszont ugyanaz a légzés technika működik. Tehát nekem, amikor elkezdtem jogázni, akkor nem is volt kérdéses, hogy milyen légzést kell használni, hiszen ebből élek, és mindennapjainkban ezt használom. Megpróbáltuk, amit mondtam, összepasszintani, és nagyon kedves barátnőm, egy kecskeméti jógi, Benkő Ildikó vevő volt erre az ötletre. Egyébként debreceni Ildikó a szülőanyja ennek az ötletnek, aki a Tisza-tavi Fesztiválnak, az Opera of the Nature-nek a megalapítója és igazgatónője, úgyhogy ő találta ezt ki nekem 2 évvel ezelőtt. Abszolút kuriózum ez a program, és hát nem csak itt a fesztiválon, bevallom őszintén, hogy én a fővárosban sem hallottam ilyen programról. Nem, ez ide lett kitalálva. Mi csinálunk workshopokat egyébként, egyelőre még csak Kecskeméten, én Kecskemét szülötte vagyok, és Benkő Ildikó is kecskeméti. A zenekarom, aki 5-tagú zenekar, a Jaya Opera Yoga, a Jaya győzelmet jelent, és szanszkritul, és én megpróbáltam valamit egy kicsit magamból is beragni, hiszen az én nevem Viktória, úgyhogy győzelem. Én úgy gondolom, hogy ez a projekt ez győzelemre született. Amikor megtalálja a helyét, az egész országban, vagy a nagyvilágban elindulunk, amire már vannak kezdeményezések, tehát most éppen augusztus 5-én lesz Kecskeméten egy workshopunk közösen egy orvossal és természetgyógyásszal, úgyhogy próbálunk csatlakozni olyan ágakkal is, ahol még jobban teret adunk annak, hogy az emberek a rezonancia által tudjanak gyógyulni, teljesedni önmagukban. Élő zenére végezhetik a különböző jóga gyakorlatokat a résztvevők. Milyen dallamok, művek szólalnak meg? Amit most hallunk éppen a mangalam, ezt én írtam a szólamot, az ének szólamot. Megpróbálok olyan mantrákat, illetve olyan szanszkrit szavakat találni, ami például a gyakorlatsorhoz szervesen tartozik. Például ugye az 5 fontos elem az nálunk nagyon nagy szerepet játszik, és ez például a tűz, a mangalam, ugye a minden, ami vörös, minden, ami ízzik, ehhez hozzátartozik, és ezért választottam ezt a szót. Erre elkezdtem improvizálni, felvettem a fiúknak, lányoknak, és ők pedig segítettek ahhoz, hogy ez még gazdagabb legyen. Milyen hosszú egy-egy óra? A workshopunk 3 órás szokott lenni, hiszen Varga Andrási Gábor, aki a gongoknak és hangtálaknak a tulajdonosa és megszólaltatója, ő hangterápiás, és ő szokta tulajdonképpen ezt kódaként lezárni, tehát egy ilyen jó 20 perces meditációval összekapcsolt hangfürdő szokott lenni, tehát 3 óra hosszás. Én légzésterápiát szoktam tartani az elején, Ildikó bevezeti szintén, bemelegítjük az izületeket, és aztán elindul a zenés, élőzenés gyakorlatsorok.
Az opera jóga végső soron az operát, a természetet köti össze a mozgással, a jógával. Ez így van. Tehát én egy nagyon természetes ember vagyok, és az én kapcsolatom a természettel tulajdonképpen annyira szerves, hogy muszáj volt megtalálnom azt, amikor azt a tudást, amit én a fentiektől kaptam, tudjam kamatoztatni mozgásban is, és át tudjam úgy adni saját magamat is, és azt az adományt, amit én kaptam, hogy mások is érezzék ezt maximálisan. Kiknek ajánlanád az opera jogát? Az opera jogát mindenkinek ajánlom. Egyáltalán a jóga műfajt mindenkinek ajánlom, aki szeretne egy kicsit önmagából kilépni és megtalálni a legbelső értékeit, mert tulajdonképpen ez egy olyan fajta elmélyülés, amihez jön az opera jóga, mint zene, a Jaya opera jóga zene. Tehát a zene az rezonancián keresztül segíti az embereket még jobban kinyitni azokat a bizonyos ajtókat, ha már komoly zenével élünk, a bartóki ajtókat kinyitogatni egy kicsit. Az opera jógát itt a fesztiválon a tavalyi évben próbálhatták ki először az érdeklődők. Mik voltak a tapasztalatok? Nagyon szerették, nagyon nem tudták pontosan, hogy mi ez tulajdonképpen, úgyhogy mindig próbálunk egy kicsit improvizálni, és az improvizálásnak a lényege az volt, hogy a végén a Gayatri, a fő mantrát elénekeltük, és együtt megtanítottuk nekik. Amihez én írtam egy magyar szöveget is, és mindenki megkapta a szöveget, körbeálltunk, és egy improvizatív, tulajdonképpen természetáldást kaptunk itt. Vizin Viktóriának nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm. Kedves nézőink, 4 nap, 380 művész, 18 helyszín, a Természet Opera Háza, Tiszatavi Fesztivál idén is felejthetetlen és exkluzív kikapcsolódást nyújt a természet, a komoly zene, valamint az aktív pihenés kedvelőinek.